Ugye úgy kezdtük a mai napot, hogy megmutattam nektek ezt a táblát, a Ne Fizess Rendezvényközpont, és elmondtuk, hogy mi, kik azok a mocskók, akik nem értünk, hanem ellenünk vannak. Ma megmutattuk azt itt nagyon sok embernek, hogy érdemes nem fizetni, mert ha nem fizetsz, akkor a bank bele fog dögleni. Voltunk néhány bank előtt, ugye a Primet ma is a bankárfuttatás vitte el, amiről szerintem külön videót fogunk készíteni, hogy hogyan menekültek ki a Sopron Bankból azok az emberek, illetve az ő kollégáik, akik két évvel ezelőtt még fölényesen a feleségemnek azt mondták, hogy nem csak a házunkat, hanem a gyerekeinket is el fogják venni. Onnan indult a mi harcunk, és ma jól beteljesült a dolog. Egy valami elmaradt az ügyintézés, mert konkrét ügyet is akartunk intézni, nem engedtek be, nem mertek beengedni, de nyilván emiatt majd valamikor erre járunk, akkor meg fogjuk tenni. És aztán itt a Budapest Bankban pedig kilöktek az ajtón, és majdnem meg is sérültem, nem sok kellett volna, úgyhogy panaszt tettem a Budapest Banknál. Nagyon ügyesek voltatok egész nap, jól felhívtuk a figyelmet, figyelmét az embereknek, a járókelőknek arra, hogy bizony itt valami nagyon nagy biztonság van. Példát mutattunk másoknak abban, hogy a bankok nem mindenhatók. A bankokat be lehet zárni, a bankokat térdre lehet kényszeríteni, úgyhogy nem kell érte semmit tennünk. Elég, ha megjelenünk, nem tudom hányan voltunk, 20-30-an, hát 20-30-an megjelenünk, és ezek be vannak szarva. Amelyik bankban beszélgettünk ügyintézőkkel, mert ugye a KNH-ban nagyon szívesen vártak, és beszélgettünk, ők is be vannak tojva. A Budapest Bankban is alig várták, hogy kijöjjünk, mert ő maguknak is rossz ez a helyzet. Mindenkinek rossz ez a helyzet, egyedül kinek nem rossz a helyzet, a moskos uzsorásoknak, a Csányinak és a többi oligarchának és a politikusoknak, akik ebből a helyzetből halásszák ki még az utolsó halakat. De itt az ideje, hogy az emberek együtt, az ügyintézők, a magyar emberek, a rendőrség, aki ma nagyon jól végezte szintén a dolgát, mint általában szokta, hogy ők együtt oldjuk meg, megoldásokat keressünk arra, hogy végre mindenkinek, aki akar dolgozni, legyen munkája, aki nem tud dolgozni, annak legyen segélye, aki már idős, annak legyen nyugdíja, aki földet szeretne művelni, annak legyen földje, és meg tudjon belőle élni, aki éhes, az tudjon enni, és aki szeretne utazni, az tudjon utazni. Szabad legyen ez az ország, és ezt csak együtt tudjuk megoldani, folyamatos, apró, pici lépésekkel, és ez az, amit a mai napon megtettünk, egy újabb apró lépés, újabb és újabb embereknek jutott eszébe, hogy hoppá, itt tenni kellene valamit, és hogyha ezt folytatjuk, akkor működni fog. Ami nagyon fontos, hogy a következő rendezvényünk egy picit eltérve majd a sorozattól, az nem a harmadik pénteken lesz, hanem szeptember 17-én, annál a bankrál lesz a pruhani szállásunk, amelyiknek Vácek Frigyes jóvoltából letörött a kirakata. Annál a banknál, Kispesten, és természetesen ha már ott vagyunk a környező bankoknál is, tehát ott két vagy három nappal előrébb hozzuk a pénteket, az egy hosszú nap lesz, készüljetek úgy, hogy elég sokáig leszünk ott a bankoknál, mert hosszú nyitvatartásuk lesz azon a napon. De ti hősök vagytok, ügyesek vagytok, erősek vagytok, és győzni fogunk együtt. Hajrá! Hajrá!